Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Hurkát meg kolbászt fogok sütni. Úgy tűnik nem halunk már éhen, mert a leendő kisfejem hozott nekünk egy kis kóstolót. Már egyszer ettünk belőle, csak úgy gondoltam, hogy most más körettel készítem, mint a szokásos, vagyis a legtöbben tudom, hogy lila káposztát készítenek dinsztelve hozzám, meg hagymás tört krumplit, nagyon finom, én is azt is nagyon szeretem. Most savanyú káposzta volt nekem itthon, azt fogok alá tenni, meg krumplit, és ezzel együttesen fogom elkészíteni. Gondoltam, megmutatom nektek is, ha már egyszer csinálom, hogy hogyan kell. Nem fontos hozzá egyébként köretet készíteni, mert nagyon jó tudjátok, mint ahogy én is, hogy ezeket, ha csak megsütjük a hurkát meg a kolbászt simán kenyérrel, savanyúsággal, vagy tormával, vagy bármivel, amivel szeretitek, majonézzel, azzal lehet fogyasztani. De most én körettel együtt készítem, és együttesen. Kezdjünk is hozzá leghamarabb, jövök is ide. Az az első, hogy beteszem sülni a köretet. Na azért mondom így, hogy a köretet teszem be sülni, mert hogy az időt tudni kell, hogy mi mennyi idő alatt készül el. A savanyú káposztának legalább másfél óra hosszára szüksége van, hogy elkészüljön, meg a krumplinak is kell simán ugyanennyi idő, és adni fogunk neki egy kis előnyt. Ezt úgy is el lehetne készíteni, hogy egyből rápakolom a hurkát meg a kolbászt, lefedve készítve, de én jobban szeretem, hogyha ennek adunk egy kis előnyt, úgy biztosabb lesz, hogyha ti is úgy csináljátok, akkor nem lesz semmi túlsülve, az biztos. A krumplit csak azért hagytam itt meg, hogy mutassam, hogy karikára, félkarikára, ami nagyobb, azt félkarikára vágtam én is, de lehet cikkekre is vágni, ahogy gondoljátok. Én nem akartam túl nagyon vastagra, ezért én most ezt így félkarikára, meg ami olyan volt, karikára vágtam. Így hamarabb el fog készülni. És hozom is a tepsit. Az első lépés, hogy egy kis zsírt teszek alá, az még a toros káposztából, a húszsírból még maradt meg egy kevéske, és akkor abból teszek most. Ide kikenem vele. Nem akarok túl sokat, csak éppen ne legyen szárazon szüzen. Úgy is fognak levet engedni, mert ugyan kicsavarom majd a savanyú káposztát, de akkor is lesz még egy kis leve, meg a krumpli is fog hozni egy kis lét, úgyhogy ennyi. A savanyú káposztát belecsavarom, megnéztem, hogy ezt még nem kellett átmosni, nem volt annyira erősen savanyú, de hogyha olyannal találkoztok, akkor egy nagyon picikét mossátok át, ne legyen olyan nagyon vad. Egyébként a krumplit össze is lehetne keverni savanyú káposztával, és úgy összeízesíteni, de én nem fogom, mert akkor így külön lehet majd adagolni, hogy szedéskor tudjátok, hogy aki inkább krumplit szeretne, akkor azt teszik, vagy több káposztát, akkor úgy szedik ki magának. Ez csak ezért van, hogy én a fél oldalába fogok ezt tenni, a másik fél oldalába meg mást. Savanyú káposztát nem sajnáltam belőle, még azt a babérlevelet ide belerakom, meg van benne bors is, úgyhogy ebben semmi más nem teszek, hanem amit teszek, az egy kicsi piros paprika, ez nem kötelező, de egész nyugodtan lehet beletenni, ugyanis úgyis rá fogjuk tenni a kolbászt is, annak meg úgyis piros lesz a leve. Két kis kanállal szórtam rá, nekem még egy nagyon pici borssal ízesítést azt igényel, igen. Sót azt nem teszek, az pont jó a sósága. És akkor ezt egy kicsit itt összekevergélem, vagy kavargálom, vagy mindegy. Majd úgyis fogok belekavargatni, és akkor majd szépen összekeveredik, főleg ha már zsírt is ér jobban. Jó. És akkor ez megvan a fél oldalán, ilyen lesz. Másik felébe belerakom a krumplit. Nem érdekes, hogy piros paprikás a kezem, úgyis rá fog menni a kolbásznak a piros zsírja, úgyhogy előbb-utóbb úgyis mind ilyen lesz. Ide viszont kell nekünk só, egy kevés. Ezt is mindjárt összekeverem. Hát egy teáskanállal tettem, majd meg fogom kóstolni menet közül, amikor majd ott tart, hogy kell-e még rá valami. Oké, bors. Ide is. Rendben. És akkor fokhagyma. Vágunk bele. Nem olyan nagyon kicsire. Olyan 4-5 cikket, az nem árt, jó tesz kifejezetten. És azt erre az oldalra fogom szórni. Konkrétan a krumplira, azt szeretném, hogy azt ízesítse. És hagyma. Az mind a kettőnek jól áll, mondjuk a fokhagymát is tehettem volna ide is, de teljesen mindegy, mert a kolbásznak a zsírja is úgyis fokhagymás. Meg hát ez is össze fog alatta folyni, és akkor ízesíti mind a kettőt. Nagyon-nagyon picire nem vágom a hagymát. Ezt viszont mind a két helyre szórok. Majd még ezen lehet kavarok egy kicsit, meglátom. Még most nem, majd amikor odáig érünk vele. És teszek még. Ez jót tesz neki amúgy.
nem idegen íz, amúgy is édeskés lesz. Ha valaki ezt gondolja, elő is sütheti egy kicsit, akkor pirosabb lesz. Így inkább mondhatni, hogy szinte nagy részben párolódni fog. Na, én úgy gondolom, hogy még egy felet vágok rá. Jó. És akkor ezt a részt is itt összekeverem kicsit. Azért, hogy a bors meg a só is egységesebb legyen. És nem öntök alá vizet, mert mint ahogy mondtam, a krumpli úgy is fog engedni, meg még a káposzta is egy kicsit. És most annyi dolgom van, hogy a sütőt már bekapcsoltam, maximális hőmérsékleten megy, lefedem alufóliával. Egy úgy se éri be, úgyhogy két részletbe, mindegy. És betolom a sütőbe. Felvettem maximumra a sütőt. Ez párolódni fog egyenlőre, és meg fogom majd nézni, közben megkavargatom, vagy meglázogatom egy 40 perc után, mert addig fel se nyitom, hadd legyen a gőzbe, és akkor mutatom tovább a kolbászos részt, amikor rápakoljuk. Na, tehát amint látjátok, itt van a hurkánk meg a kolbászunk. Fontosnak tartom elmondani, mert tudom, hogy nem mindenkinek van sütője, nincsen csak ilyen főzőlapkája, és ha mondjuk megkívánna egy ilyen kolbászt, akkor hogy lehet azt elkészíteni? Azt szeretném nektek megmutatni, mert az egyik darabot úgy döntöttem, hogy azt majd a tepsibe a többihez hozzáteszem, de szeretném, hogyha ezt is látnátok, hogy nem egy ördöngőség, tehát annak is van megoldási része, vagy például, ha valaki csak egy adagot szeretne, most akkor ekkora kis darabért, ha nagy tepsije van, most minek indítaná be a sütőt? Akkor válasszunk hozzá egy olyan edényt, ami kisebb méretű, beleteszed az edénybe, teszel bele annyi vizet, hogy majdnem félig ellepje, nem teljesen, csak majdnem, és ha akarjuk, hogy legyen egy kis zsírja, meg a végén lesüljön zsírjára, amit amúgy utána tudjátok, hogy zsíros kenyérnek ki lehet mártogatni, vagy bármilyen kaja alá, mondjuk egy jó kis paprikás krumpli alá, vagy egy gulyásleves alapba is bele lehet tenni, ami megmarad, mondjuk sok minden másba is, krumplileves, bármi más. Én ide most teszek ebből a kis húszsíromból egy keveset, és a végén, ha nem lenne elég zsír, ami kijön belőle, akkor ebbe majd fog sülni. Ennyi az egész, felteszem, megmutatom, hogy közben ez is egy idő alatt el fog készülni másika, és tényleg erre is van lehetőség. És ezzel egyelőre semmi más dolgom nincsen, csak annyi, hogy lefedem. Közben rá kell nézegetni, hogyha túlságosan magas, mert most maximum hőre vettem, ameddig elkezd dolgozni, esetleg lejjebb venni, nekem 9-esen van a maximum, olyan 4-esre, és akkor szépen folyamatosan fog készülni, majd meglátjátok a vége felé, meg leveszem a tetőt, és akkor már csak sülni fog. De akkor arra már nem lesz rajta víz. Egy pár percen belül már beindult, és már ilyenkor veszem 4-esre, szépen óvatosan hadd készüljön, nem kell ezt hirtelen vágón készíteni. Na, fiatalok, eltelt 45 perc, szépen óvatosan készül, és akkor most már leveszem a fedőt, mostantól csak sülni fog. Látjátok, nem szurkáltam meg, még nincsen kicsattanva, ki se jött a vége. Most már, hogy levettük a fedőt, felvettem maximumra, most már hadd süljön le zsírjára, majd egyszer megfordítom. Egyébként egyszer így is átfordítottam, amit nem láttatok, egyetlen egyszer. Akkor kibontjuk, megnézzük, hogy mi a helyzet itt 45 perc után. Gőz miatt óvatosan bánjunk vele. Na, egész jó illatok vannak. Megnézzük a puhaságot. Meg kavarunk rajta egyet a káposztán. Most már lejjebb kerül a hagyma is. De mondjuk annyira nem fontos, mert fent is maradhat. Látjátok, így a kavarással a paprika is szépen majd össze oldódik, tehát elvegyül benne, meg hozza a színt, főleg ha törekszek is rá, hogy jól összekavarjam. Na, meg is jó színe van, mi? Meg is kóstolom. Szóval ennek még kell idő. Jó, és a krumplinak is. Úgyhogy visszafedem. A tepsist visszaraktam még sülni, lefettem, és akkor ezt most már ilyen hamar, míg azt megnéztem, csinálja itt magát, most már megfordítom. Látjátok, kezd megjönni a szín.
és ennek körülbelül annyi idő kell még, mint ameddig megnéztem azt a tepsit, úgyhogy nem sokára készen is van. Most már lejjebb vettem egy kicsit, és akkor ez már készen lesz. A gyerekek, elkészült nagyon gyorsan a gázon készült verzió. Na, mutatom a színét is, hogy lássátok. Szóval ez is megsült, szépen lesült zsírjára. Hát nehogy már ne kóstoljam meg, mikor olyan jó illata van. Hát kibírja még azt kivárni, azt még be se tettük, ez már elkészült. Vágjuk meg. Egyébként én ezt már kóstoltam, ezt a hurkát is, meg ezt a kolbászt is, úgyhogy innen üzenem, hogy nagyon finom volt mind a kettő. Meg kell, hogy kóstoljam. Hát, ezt nem lehet másképp kivírni, gyerekek. Nagyon finom lett, úgyhogy így is lehet készíteni, hogyha nincsen sütőtök, vagy hogyha csak egy adagot akartok. Ezt a zsírt meg lehet hagyni, mártogatni, de én most ezt fogom használni, mert rá fogom majd önteni az egész szúrmira, mert jó ízt fog neki adni. Na, képzeljétek el, még sűrnek a cuccok, de mutatnám azért, mivel hogy én is kaptam ajándékot, amiért megmutattam nektek ezt a sima sütési formát is felül a gázon. Olyan jó illata van, hogy meg nem lehet állni, hogy az ember egy kis kenyeret bele ne mártson a szavba. Ó, elég lesz ott az is, ami megmarad. Szerintem ismerős ez a dolog nektek, hogy belemártunk egy kis kenyeret. Egy pici só, aki még igényli, én mondjuk szoktam igényelni. Egy pici borsot is szoktam igényelni, nem olyan sokat, csak egy picit. Hát meg mindegy, ezt már így magába is lehet enni. Hát én most hoztam ide egy kis hagymát, egyébként azért van megvágva, mert naponta eszek mostanában lila hagymát. Sütöttem ki tepertőt, mert nem volt elég zsírom. Van tepertőm, úgyhogy szinte minden nap eszek ilyesmit, lila hagymával. Hát meg az uborka az, amitől nem nagyon tudok megválni télen sem, mert nagyon-nagyon szeretem. Jaj, úgyhogy én most már tudok ebből lenni, képzeljétek el, még a többi nem lesz kész. Nagyon finom. Jusson eszetekbe, hogy ennek milyen értékes zsírja van. Ki ne lökjétek sose. A gyerekek, másfél óra hossza telt el összességében, amikor most már megnézem megint, hogy mi az ábra. És akkor nézzünk meg egy krumplit. Ó, nagyon jó. Káposztát is még egyszer átforgatom, megkóstolom. Most már ez is egészen puha. Most már csak pirulni fog, mindennel együtt. És itt van a kis hurkánk, meg a kolbászunk. Azt szoktuk elkövetni, ilyen esetben, hogy egy kicsit a hurkát megszurkáljuk, vagy villával, vagy fogvályóval, vagy hústűvel. A kolbászt nem feltétlenül szoktam, mert nem szokott nekem kicsattani, még sose fordult elő. Most azért teszem, hogy ide tudjon kifolyni a kis szaftja. Ezt a hurkát is megszurkálom. És hogy ezt miért csinálom? Azért, hogy ne csattanjon ki lehetőleg. Na, kicsattanna, hogyha hirtelen sütném magas hőmérsékleten, ez az egyik. A másik meg akkor is kicsattanhatna, ha túlszorosra van töltve. A harmadik meg az, hogy nem biztos, hogy ez érdekes, mert nem mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy aki vidéken nőtt fel, és hurkát meg kolbászt nem feltétlenül csak ilyen méretekbe csináltak, hanem mint ahogy látjátok itt is, hogy előfordul, hogy nagyobb karimája volt, és akkor mi már ebből lettünk, vágtam le, ez biztos, hogy kijebb fog jönni. Előfordul, hogy kifolyik egy kicsi belőle, az is előfordulhat, hogy kicsattan. Ez érdekes lehet, meg fontos lehet egy vendéglátós helyen, de aki ezt megszokta, annak kifejezetten lehet, hogy tetszik, hogy egy kicsi ki is folyik belőle, és az egy kicsit pirultabb lesz. Ebből problémát mi nem csinálunk. Azért szurkáltuk meg, hogy lehetőleg ez ne forduljon elő, meg nem fogjuk túlsütni sem. Elég sok sütőkolbászt sütöttem már meg, hogy tudjam, hogy 170 fokon 40 perc alatt készül el. Ha megoldható, akkor ne érjen már a széléhez hozzá, meg lehetőleg egymáshoz sem. Na most, ahogy sikerül. Én ebből krízist nem szoktam csinálni, és ebből a zsírból, ami még nekem itt van, egy picit a hurkát megkenem, hogy hamarabb roppanós legyen a teteje. Még arra is teszek egy kis zsírt. Nem szoktam amúgy arra, csak már most zsíros ez a cucc, aztán nem akarom úgy visszatenni, jó? És, amit mondtam nektek, hogy ezt a kis megmaradt zsírt, ezt én most ide ráöntöm, még pluszba. Ilyenkor meg lehet a krumplit kóstolni, hogyha nektek sótlan esetleg, akkor még most egy kis sót pergethettek rá. Össze is lehet kavarni, ilyenkor még nem törik. Megy vissza a sütőbe, és 170 fokon, most már csak 170 fokon, 40 percre. Ráhúztam a 40 percet, szükség volt rá. 20 percnél megfordítottam, hogy mind a két oldala meg legyen sülve. Hát tulajdonképpen a kifolyásra nem nagyon lehet panaszkodni, még akkor sem, hogyha házi jellegű készítés van, mert amint látjátok, nem magas hőn készítettük,
Egy ilyen kis icipici jött ki, de azt meg én meg kifejezetten szeretem, de még ez is puha maradt. Van, aki meg szívesen eszi úgy, hogyha egy kicsit roppanós. Na, amit még nem mondtam el, ha például köret nélkül készítitek ezt a dolgot, akkor ha csak a hurkát, kolbászt akartok tepsibe sütni és cső, mert kenyérrel akarjátok enni, akkor mondom az alapot. Én nem szoktam alá tenni általában se zsírt, semmit, simán beleteszem a tepsibe a hurkát, a kolbászt, betolom a sütőbe, a hurkát egy picit megkenem icipici zsírral, de ha az lemarad, akkor sincsen semmi baj. A kolbásszal nem szoktam csinálni semmit. Egyszerűen betolom, 40 perc múlva kihúzom, és kész vagyunk. 170 fokon. Ennyi. Ha valaki akarja, akkor megszurkálja, és kész. Tehát így köret nélkül így kell. Ha esetleg mikróba akartok csinálni, hirtelenjében én valamelyik nap így jártam, egy rohamot kaptam, és akkor májas hurkát kivettem egy darabot, fagyasztóba volt, képzeljétek el, nem ebből, még valami bolti fajta, betettem a mikróba, 3 vagy 4 percbe telt, amúgy kiolvadt, és akkor olyat kaptam, mint amikor disznóvágáskor elkészül a hurka, csak annyi volt, hogy megrepett rajta a bőrke, de én azt úgyis leszoktam húzni, úgyhogy tökre ugyanolyan volt a belseje, tehát 3-4 perc alatt ilyet lehet kapni a fagyasztottból is, csak azért mondom, hogyha így jártok, ne talentán, ahogy én, akkor ezt is tudjátok, hogy akkor mi lesz a helyzet. Na, tálaljunk ki belőle. Megsültek már ezek a köretek is szépen, és akkor hát a kolbászt azt általában én is régen szoktam megvágni. Úgy valahogy mutatósabb, egy kicsit több látszik a felületből. Így, látjátok, nem nyers. Egyszer. Aztán. Vágunk ebből a hurkából. Só! Ahogy esik. Annak is szépen lássuk meg a felületét. Ez is itt van. Várjatok, mert nézzünk már ki valahogy, nem úgy van. És akkor a véres hurkát is. Jó. Na, akkor itt aztán látszik minden. És tálaljunk ki már a köretből is, ami szépen megkapta pirosra a tetejét. Mutatnám azt is, hogy nem áll alatt a víz, nézzétek? Pedig nem öntöttünk alá, mégis elég volt, kellemesen puha, de nem áll alatta a víz. Szóval ez pont minden elég volt úgy, ahogy kell. És jól összeforgatom, mielőtt szedek. Oké. És akkor mehet ebből is. Szedjünk hozzá krumpliból is, az is már elég jó megkapódott a teteje. Hagymával együtt is pirult, látjátok, a hagyma is pirult. Jó. Amúgy elmondanám, hogy amikor én csak hurkát szoktam sütni, akkor mi nagyon szeretjük például nem csak savanyúsággal, hanem tormával, vagy majonézzel, vagy akár összekeverve majonézes tormával. Külön nem szoktam ilyet venni, mert én mindig össze szoktam kavarni a kettőt, a majonéz a tormával kész, és akkor ilyen egybe terméket nem veszek. Na, és akkor ez milyen szép és finom. Na, ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy készítse el, mert ez egy kényelmes étel, egybe elkészül. Mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy készítse el így is ebbe a formába, ha van kedve hozzá. Puszilok most is mindenkit szeretettel, sziasztok!